természetben itt azt hiszem két műhely is dolgozik együttesen, párhuzamba vonva. Az egyik a fenntarthatóságra nevelés a kisgyermekkorban című műhely, a másik az egészségtudatosságra nevelés kutató műhely. Ezek tulajdonképpen egyrészt össze is függnek, hogy a fenntarthatóság nincs egészség nélkül, egészségi fenntarthatóság nélkül, de két külön műhelyben tudjuk őket összefoglalni. A fenntarthatóságra nevelés műhelyen belül még van a kisgyermekkori nevelésre tekintettel, ugye a bölcsődékben történő egészség és fenntarthatóságra való nevelésnek a problematikája. Ezen kívül tulajdonképpen a gyermekeknek a fenntartható nevelési identitását, illetve beillesztését próbáljuk meg ez alatt a műhely alatt, ebben a foglalkozásokra belesülíteni. Különös tekintettel most manapság van egy kutatásunk, méghozzá ami mindenünket érint, a 2020-as NAT következtében megszüntették ugye mindenki számára ismeretesen az úgynevezett környezetismeret tárgyat az első két osztályban, pontosabban beleinkadálták más tárgyakba. Ez nem volt teljesen kidolgozva, úgyhogy ezeket próbáljuk most megvalósítani, és a leendő pedagógusoknak, tanítóknak egy kis segítséget nyújtani ezáltal, hogy hát tudjanak gondolkodni majd ezeken a területeken is. A másik kutatóműhelyünk az egészségtudatossága nevelés kutatóműhely. Itt tulajdonképpen a testi-lelki egészséget próbáljuk meg nyomon követni. Longitudinális vizsgálataink is vannak, több éven keresztül, 7 éven keresztül követjük nyomon a hallgatóknak az egészségtudatossági megnyilvánulásait, testösszetétel vizsgálatokat végzünk, tehát egészségtudatosság szempontjából egészséges táplálkozásra hívjuk a figyelmet, testmozgást, a szedentális életmódnak a mennyiségének a megvizsgálására, és ezekből sajnálatos módon elég rossz eredményeket kaptunk, de ezekből is megpróbálunk tulajdonképpen hatni a hallgatókra, hogy változtatni kell az életmódjukat, az életvitelüket, ezáltal tulajdonképpen egy példás katonában majd a következő generációk számára. Köszönöm szépen, Jézus! A tanszik profiljából adódóan a képzetművészet áll inkább középpontban, mellette pedig a tárgykultúra. Tehát képzetművészeti kör korábban működött, és mindig az érdeklődő hallgatókból alakul. Alapvetően oktatót kell választaniuk azoknak, akik ezen a területen szeretnének elmélyülni. Tehát ahogy mondtam, a korábbiakban minden számításba jöhető műfajnak megvan a maga képviselője. És a személyes konzultációval készülnek fel a művészeti OTDK-ra, amelyen az országosok természetesen találkozni fognak a tanárképzők, sőt a művészeti egyetemek a hallgatóival is, vagy azoknak a munkáival. Tehát ott helytállni alapvetően is egyfajta dicsőség, valakinek persze sikerült is, mert már ezeket a versenyeken alapvetően a zsűri már másképpen szemléli azokat a hallgatókat, akik nem feltétlenül a művészeti oktatáskor érkeztek. Egyébként így kapható díjat, külön díjat, Somogyi Zsuzsa is a országos művészeti TDK-n. A másik terület pedig művészetpedagógiai, amely hát a tanszéken elsősorban most a kortárs művészethez kapcsolódva jelenik meg, a oktatóink főképpen ezt képviselik. Kicsit nehéz összefoglalnom, vagy hogy hogyan ragadjam meg a TDK műhelyeket tekintve a neveléstudományi tanszéken, a neveléstudományi TDK műhely működik, hogyha így az a kérdés, hogy milyenféle kutatási témák jelennek meg, akkor azt mondjuk azokat a témákat tudnám felsorolni, amik mint egyfajta kutatócsoport működnek a tanszéken belül. A működés az nagyon heterogén és nagyon sokféle, vannak olyan kutatások, amik valamilyen pályázathoz kapcsolódnak, vannak olyanok, amik egy-egy oktató kollégának a személyes érdeklődése, és vannak olyanok, amelyek mondjuk egy oktatókból álló kis csapatnak vagy teamnek az érdeklődését fejezik ki. Szóval, hogyha megengedik, akkor így kicsit nézném is a összefoglalót, amit így január végén gondoltuk éppen újra, hogy mik azok a kutató csoportok, kutató műhelyek, amik a tanszéken működnek. Az egyik a gyermekkori mentális egészség és jólét kutató műhely. Ez a kutató műhely alapvetően a gyermekkori mentális egészség és jólét indirekt és direkt támogatásának a módjaival, módszereivel
foglalkozik, ide tartozik a játék és mese, mint olyan módszertani területek, amik hozzájárulnak a mentális egészség megőrzéséhez, az élmények feldolgozásához, de kapcsolódik ide az is, hogy amit indirekt mód, hogy a pedagógusok, a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok edukációja, felkészítése arra, hogy hogyan tudják a gyerekek mentális egészségét és jólétét támogatni. Másik téma a társadalmi nemek és szexuális egészség kutatóműhely és csoport, ami főleg a koragyermekkori nevelésben a testtudat, szexuális egészség, szexuális nevelés kérdéskörét, elsősorban az abúzus megelőzése nézőpontjából és prioritásából szemlélve helyezi a középpontban. Itt is indirekt és direkt módszerek is, tehát a pedagógusok vélekedése, felkészítése, tapasztalatainak a vizsgálata is áll a fókuszban. Egy harmadik a vállalkozóképesség fejlesztése, szociális vállalkozóképesség fejlesztése, amihez nagyon szorosan kapcsolódik alapvetően az érzelmi és szociális nevelésnek a kérdésköre, témaköre, ami persze a mentális egészség és jóléthez is kapcsolódik, tehát hogy nyilván itt abszolút vannak érintkező témák is. Egy negyedik a családi és intézményes nevelés kérdéskörével foglalkozik, mint nevelési szinterek, ennek a problémakörei, az átmenetek, témaköre, kérdésköre ide tartozik, például egy kollégáknak a kórházpedagógia, a kórházban vagy tartósan beteg gyerekeknek a pedagógiai megsegítése és támogatása, ez a kérdéskör is. Aztán egy következő a pedagógus szerepek, pedagógus képzés, felsőoktatás, módszertan, szerintem már tapasztalták ezeket az aktatásokat részünkről, akár kutatásokban, pályamotivációs kérdéskörben, témakörben, hogy mégis milyen alapokkal, indítatásból kapcsolódnak pont ehhez a képzéshez, vagy ezekhez a szakokhoz, vagy például az a témakör, hogy hogyan is lehet egy nem minősítem milyen évtizedbeli oktatási rendszerben valamiféle 21. századi kihívásokra felkészíteni a gyerekeket és a velük foglalkozó pedagógusokat, és aztán van még egy témánk, az pedig így a gyermekkultúra vagy a tanulási szintereknek egy nagyon tág és laza értelmezésével, például a múzeumi tanulásnak a kérdéskörét is értve ez alatt, hogy hogyan lehet ezekkel a kulturális tevékenységekkel, szinterekkel, művészeti neveléssel segíteni, akár a körbeér a gyerekek mentális egészségét és jólétét. Mi az Élettanszéken most újítottuk meg, frissítettük kutatóműhelyünket, aminek tulajdonképpen azt a keretet adtuk, ha mondhatom így, hogy kutatóműhely a 0-10 éves gyerekek énekzenei neveléséhez és leendő pedagógusai képzéséhez kapcsolódóan. Összefoglalóan a zene transfer hatására, személyiségfejlesztő hatására, zenei képességfejlesztésre, alternatív zenepedagógiai irányzatok összehasonlítva a kodai koncepcióval, így tudnám összefoglalni a műhelyünkben kutatható témákat, aminek tulajdonképpen a lényege, hogy összekapcsolódik benne elmélet és gyakorlat, amit kifejez az, hogy a tanszéki rendezvényeinken állandó jelleggel fogjuk motiválni a hallgatókat ezen témák kutatása iránt, mint az évente megjelenő módszertani workshop, konferencia, koncertek és az éneklő néptaléneklési verseny. Ha magára az OTDK szekciókra gondolok, akkor nyilván művészet elmélet szekcióhoz tartozó témák, amik kutathatóak nálunk, és vezetője a kutatóműhelyünknek Döblösi János,
hogy mindenkit szeretettel várunk, akik érdekelnek a zenetranszfer hatására, képességfejlesztő hatására vonatkozó témák. Köszönöm szépen! Köszönöm! Digitális pedagógia kutatóműhelyéről annyit szeretnék elmondani, hogy maga a digitális pedagógia miben léte nagyon lényeges. Kicsit azért többről van szó, mint a tanításon a digitális eszközökről, illetve digitális tanítók alkalmazásáról. Tulajdonképpen több olyan témák van, ami az információs társadalomban való gyermeklét, tanulói lét kérdéseit mondszolgatja, tehát nem csak az iskolai folyamatokat. Két fő témakörünk van, amire a kutatások összpontosulnak. Az egyik, a már előbb említett digitális tananyagok, nem csak az alkalmazás, hanem digitális tananyagok fejlesztése. És ebben nagyon jó kapcsolatunk van az iparral, vagy a szakmával, vagyis a fejlesztő cégekkel. És egy olyan érdekes kutatási területen indultunk el, ami nemzetközi viszonylatban is viszonylag ritka és egyedülálló. Mi a digitális tananyagok fejlesztésében bevonjuk a gyerekeket, illetve az ő szempontjaikat első kézből igyekszünk úgy megtudni, hogy beemeljük őket a fejlesztő tímeinkbe. Ez egy nagyon érdekes kutatási terület, hogy ezek a gyermeki szempontok, laikus nyelven megfogalmazott szempontok, meg a professzionális szempontok hogyan illeszthetők össze. És van most már 11 darab olyan digitális tananyagunk, ami elérhető, használják őket és gyerekek bevonásával, illetve hallgatók bevonásával fejlesztettük. Ez az egyik érdekes terület, a másik pedig a gondolkodás fejlesztésünkkel viszonylag új területe, az algoritmikus gondolkodás fejlesztése kódolással, illetve robotikával. Nagyon lényeges, hogy mi nem azt mutatjuk, hogy az összeszerelő üzemekben a robotkarok programozására oda lehet hamarabb munkaerőt toborozni, hanem a hangsúly a gondolkodás fejlesztésen van, de számos kutatás megbizonyította azt, hogy az információs társadalomban a gyermekek gondolkodási struktúrája egy picit megváltoztak, vagy változóban vannak, átalakulóban, és a hagyományos oktatási megoldások nem minden esetben kedveznek ennek a megváltozott gondolkodásmódnak. Mi a kódolásban, illetve a robotikában látunk egy olyan területet, amelyik ezt a változást nagyon-nagyon jól tudja hasznosítani. Itt nem arról van szó elsősorban, hogy robotokat viszünk az osztályteremben, és azok mászkálnak, és tanítják mondjuk a tanárhelyet, a gyerekeket, ahogy ezt a laikusok elképzelik, hanem egy olyan környezetet teremtünk, ahol mód van a kreativitás megélésére, az azonnali különböző gondolkodási műveletek azonnali kipróbálására, struktúráknak az alkotására, azok tesztelésére, mindezt ilyen eléggé gyermek központú környezetben tudjuk megtenni. Ehhez szerencsére az elmúlt évek köszönhetően megvan most már a tárgyi feltételünk is, illetve több olyan fejlesztésünk van, amiben lehet hogy hallgatókat is. Például több robotpályát fejlesztettünk, amit használnak az oktatásban, több könyvet, segédletet. Mindezeknek közreműködtek hallgatók és nagyon jó digitálkutatási témát adnak. Van egy harmadik terület is, ami most nagyon népszerű, ebben is boldog-boldogtalan foglalkozik, a tudományos igényel viszonylag kevesen. Ez a információ mennyiség fölgyorsulása és hibulása, tehát ennek a hatása a gyerekek gondolkodására. Itt az álhírekre gondolok, a közösségi médiára, a gyerekekre, szabott reklámokra, marketingre. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes kutatási terület, és itt pont nagyon lényeges a módszertan, amire az előbb céloztam, hogy nehogy véletlenül rossz irányba induljunk, ebben is segítséget adunk természetesen a műveli tagjainak, és az izgalmas kutatási területnek is. Idegen nyelvi és irodalmi tanszék képviseletében beszélek. Az idegen nyelvi tanszéken működik az idegen nyelvi nemzetiség és kétnyelvi kutatóműhely, értelemszerűen a témák
amiket ebben a műveben kutatnak a hallgatók, az idegen nyelvtanítás, a kisgyermekkorban, általános iskoláskorban, a korai nyelvi fejlesztés, még az iskola előtti korban, valamint a nemzetiségi oktatás kérdéseit lehet kutatni. Ezeket az angol, jellemzően az angol, német és szerb nyelven belül. Minden téma ehhez a három fő ernyő témához kapcsolódik, amit választanak a hallgatók. Fent vannak a honlapon is témák, lehet jönni egyéni kívánságokkal is az oktatókhoz. Minden oktató nyitottan áll az TDK versenyre való felkészítésre, a kutatásban, témavezetésre. Nyelvtanítási, nyelvfejlesztési módszertan, ennek az ehhez kapcsolódó kérdések, a motiváció, a kultúra használata, a gyermekkultúra, az idegen nyelvű gyermekkultúra, a nemzetiségi kultúra a témák, de lehet gyermekirodalomból és a gyermekirodalom szerepéről írni kutatást. A digitalizációnak egyre nagyobb szerepe van a nyelvoktatásban, ez is egy népszerű téma manapság. Nemzetiségi kultúrákat szoktak nagyon sokan kutatni, a német nemzetiségi és a szerb nemzetiségi kultúrákat, de irodalmi vagy pedig angol nyelvű népek, német nyelvű népek kultúráját is szokták kutatni a hallgatóik.